Korábban már kérték többen, de most tegnap Dukic Sándor is kérte, hogy mutassam már meg a motort, a ménest, hogy mi van a fülke alatt, egy ilyen fülke billentést. Hát mondtam, megírtam neki a válaszba, hogy ha az időjárás megengedi, akkor ma ezt megteszem. Szerencsére annyira megbízhatók ezek a járművek, hogy fülkét billenteni nem kellett eddig. Úgyhogy most csak a ti kedvetekért meg lesz a fülke billentés. Először is ki kell nyitni az elejét, ami itt ezzel a kis kallantyúval nyílik. Na, és miért is nem akar? Na szóval, így kinyitottuk az elejét, mert hát legalábbis a korábbi típusoknál javasolták, hogy nyissam ki, mert ahogy billen a fülke, ott lehet, hogy hozzáér az alsó részhez, aztán nehogy törjön a dolog. Utána pedig a MAN-nál itt van ez a kis ajtó, ezt ki kell nyitni, mert itt van mögötte a cucc. Tulajdonképpen úgy működik, mint egy olajemelő, ezt a kallantyút föl kell hajtani ide, és aztán erre a csavarfejre meg rátesszük majd a kerékkulcsot. Szóval itt van a kerékkulcs, és akkor oda rá kell helyezni, így. És itt van a kerékkulcsnak a hajtószára, azt pedig ide bedugjuk, várjál, nem is így, hanem fordítva. Így, és akkor elkezdjük pumpálni. Úgy működik tulajdonképpen, mint egy olajemelő, és majd egyszer csak, hopp, már emelkedik is a fülke, mint látható. Mondjuk egyre nehezebb lesz. Na, leteszem én ezt a kamerát, és akkor nem fog mozogni. Kerékhez. Célszerű lenne ehhez a hosszabbító szárat is elővenni, mert így elég kemény. De most már mindegy. A lustaság fél egészség. Hát kicsit megpihenek. Kezd előbukkanni a motor. Na, mindjárt tovább billentem, csak kis levegő. Levegőhöz kell jutni. Mert ugyebár nem szokta a szántást, akkor úgy hirtelen elég megerőltető, meg mondom, kéne a hosszabbító, csak azt lusta voltam elővenni. És hát így jártam. Na, már is ide letámasztom. Így, né? Meg fog ez itt állni? Így meg. Jó. Célszerű, vagyis hát nem célszerű, hanem kell a fülkébe elpakolni úgy, hogy lehetőleg a felső ágyról ne potyanjon le semmi, mert könnyen kiütheti a szélvédőt, hogyha, mit tudom én, a felső ágy le van nyitva, és rajta van egy laptop például, vagy valami, az lecsúszik, aztán abból komoly problémák lehetnek, úgyhogy előtte a fülkébe el kell pakolni. Na, folytatom az emelést.
szerintem ez így már nagyjából látható lesz. Mindjárt ezzel a kis teleszkópos kütyűvel. Nézzünk oda a motortérbe, hogy mi is van ott. Egész amennyire lehet előre tudom. Hát aztán ez úgy van, de beindult közben az ávófűtés. Amit mondtam, hogy itt látható, itt jön kifelé a állófűtésnek a kipufogója, az égés termék, ide a kerékjáratba. És ugye bár ez be tud szivárogni a fülkébe, és ez elég ügyes, meg nem is túl egészséges. Na szóval, hát itt a... Amit én itt fölismerek a motorból, ez itt a turbó, feltöltő, aztán ott elől gondolom olajszűrő lehet, vagy üzemanyag szűrő, a csoda tudja, de valami szűrő, és hát ott egészen elől nem tudom ki mit fog felismerni, de én megmutatom, hogy így néz ki. Ez a nagy fekete, ez a légszűrő, akkor itt mögötte a sebességváltó. Na mindjárt beindítom, és akkor a hangját is meghallgatjuk. És hát a sofőr oldalról pedig így néz ki. Ez valami elektronika. Hát gyerekek, ez úgy van, ahogy nem is tudom, valaki írta Facebookon egy hozzászólásba, hogy valami baja volt a járműnek. Fölbillentették a fülkét, meglátták, hogy mi van itt, utána visszabillentették és hívták a szervizt. Mert itt ezekkel a gépekkel már nem nagyon tud az ember mit kezdeni az út mentén. Na, megpróbálom beindítani, remélem a kamera nem fog leborulni, nem? És akkor most jön a visszaengedéshez, ezt a kallantyút lefelé hajtjuk, és akkor újra el kell kezdeni pumpálni, és vissza fogja engedni a fülkét. Egy pillanat, csak közben itt kiesett a helyéről a cucc. Csak nem jó így, hanem inkább eminnen. És visszafelé sem jön magától, ugye egyedül, hanem csak úgy, hogyha az ember pumpálja. Úgyhogy nincs olyan
hogy esetleg ráborul az illetőnek a fejére. Legalábbis kicsi az esély, hogy egyedül, ha csak nem eldúran valami hidralika, cső vagy egyéb. Úgyhogy így szépen pumpálni kell, és aztán a végén visszaül a helyére. Égyni. Visszaült a helyére, itt, ide beül a helyére, és akkor itt egy kallantyú rácsukódik fölülről, úgyhogy nem engedi megbillenni. Úgyhogy így van biztosítva a fülke, és az a kallantyú csak akkor nyílik ki, hogyha elkezdi az ember pumpálni az emelőt, és akkor az először kinyitja a kallantyút, és utána emeli a fülkét. Na, körülbelül ennyi. Visszacsukjuk az elejét. Hát itt az elejében ugye még a... ezt nem mutattam a bemutató videóba. Itt lehet utántölteni a hűtővizet, fagyálót. Itt lehet utántölteni az olajat, motorolajat. És itt pedig az ablakmosó folyadékot. Azt ezen túlmenően itt nem is nagyon kell foglalkozni semmivel. Itt van egy hosszú szár, van hozzá gyárilag ilyen ablaktörlő készülék, ablakmosó, és alatta pedig lenne az emelőnek a meg a kerékkulcs, mármint a kerékkulcsnak a hosszabbító szára. Úgyhogy ezek itt találhatók a motor, mi ez? Hűtőrács mögött. Aztán azon túlmenően több dologgal itt nem nagyon lehet. Még esetleg annyi, hogy itt emögött van pollenszűrő, ha jól tudom, és ezt itt ki lehet pattintani esetleg, ha az ember ki akarja cserélni, de hát azt ilyen olajcsere és ilyen nagy szervíz, már mint karbantartás alkalmával szokták cserélgetni. Na és aztán mondtam, hogy célszerű elpakolni, mert itt dől, borul minden. Hát sajnos én nem tettem meg, és a szotyitartó zacskóm az megborult. Úgyhogy ezt én elfelejtettem eltenni onnan, úgyhogy beborult ide a szotya, amit most kénytelen leszek kidobni.